Kedves tévénézők, rádióhallgatók, ahogy említettem, volt a szünet előtt, akkor most néhány gondolat a Szarvas és Vidéke legfrissebb számáról, de az élet már csak olyan, hogy jönnek, mennek, száguldanak, repülnek a hírek. Most a technikai szünet alatt vettem nagyon-nagyon szomorú hírét annak, hogy két csodálatos szarvasi szobrunknak és az alkotója, dr. Csiki László, főorvos úr elhalálozott, főorvos és szobrászművész. És szentesen lesz a temetése most szombaton április 1-én délelőtt 10 órakor az úgynevezett kálváriás temetőben, tehát a szentesi római katolikus nagy temetőben. Hogyha valaki érdeklődne szarvasiak közül a temetés iránt, akkor a helyszínen már, mint Szentes városában így keresse, hogy a kálváriás temető. De minden szentesi fogja tudni, Csiki László temetése mikor következik időpont szerint. Ő pedig a gyönyörűséges öreg gazdász, tehát a szarvasi gazdász szobrot alkotta, nem beszélve az ótemplomban éjjel-nappal megcsodálható tesedik szoborról. Ez volt a röpke beszúrt mondandóm a lapszemle előtt, és akkor nézzük a Szarvas és Vidéke legfrissebb számát 2023. március 31-éről, egy előzetes, amely gyakorlatilag már a 38. évfolyam 13. számát jelzi. Húsvét közelettével a címlapon egy nagyon fontos téma olvasható, annak a meghívó plakátja: angyali reggelek és nagyheti alkalmak az Ótemplomban 2023. április 2-től április 10-ig. Ugye április 2-án virágvasárnap délelőtt 10 órakor ünnepi úrvacsorás istentisztelettel indul a sorozat, aztán 11:45-kor Luther Rózsa szentelés az Ótemplomi gyülekezeti házban, 12 órakor közös ebéd. Folytatás április 3-án hétfőn 7 órakor Horváth Anikó evangélikus lelkész szolgálatában, április 4-én 7 órakor dr. Kis Imre katolikus esperes szolgálata következik az angyali reggelekben, 5-én szintén 7 órakor Zaharetz Pál evangélikus lelkész az új templom lelkésze szolgál, 6-án nagy csütörtökön Lázár Zsolt evangélikus esperes, majd ugyanakkor csütörtökön 17 órakor úrvacsorás istentisztelet Pentaler Attila református lelkész szolgálatával, április 7 nagypéntek reggel 7 óra Magyar Tamás evangélikus lelkész szolgálata, 17 órakor pasiói istentisztelet Horváth C. Olivér evangélikus lelkész szolgálatával, április 9-én húsvét vasárnapján 10 órától ünnepi úrvacsorás istentisztelet, április 10-én húsvét hétfőn pedig 10 órakor ünnepi úrvacsorás istentisztelet. Úgy szintén én lapozzak tovább a második oldalra, hogy megszokhatták sok színes közszolgálati érdekesség, többek között, ami nagyon fontos az embereknek, az itt élőknek, a szarvasi polgármesteri hivatal állandó ügyfélfogadása, a közszolgálati telefonkönyv, a hivatal vonatkozásában gyógyszertári és sürgősségi orvosi ügyeletek is itt olvashatók. A harmadikon nagyon érdekes téma, közlekedik a család betélkedő 2023-ban is felhívás. Az országos rendőrfőkapitányság kommunikációs szolgálata adta ki ezt a felhívást, ha jól látom. Aztán nagyon izgalmas tudósítások, Itt vagyok Hon címmel, a Nemzet Stratégiai Kutatóintézet által meghirdetett ünnepi rajz és esszé pályázat egyik győzteséről szól ez a tudósítás. Vicián Simonetta, a Hován Kálmán Alapfokú Művészeti Iskola tanulója az Itt vagyok Hon című akvarell festményével harmadik helyezést érte a korosztályában. Gratulálunk! Ő aztán egy exkluzív tudósítás arról, hogy világra jött az első idei muflon bárány a Körösvölgyi Állatparkban. Bárányka, Isten éltessen húsvét közelettével is. A negyedik oldalon egy nagyon pontos beiratkozási hirdetmény, amelyből megtudhatják a kedves olvasók, érintett szülők, hogy Szarvasváros óvodája és bölcsőjédében az óvoda esetében
és a bölcsőde esetében is, április 24-én hétfőn és április 25-én kedden 7-től 17 óráig lesz a beiratkozás. Az óvoda esetében a helyszín Kossuth 66, még a bölcsőde esetében Kossuth 19. További részletek a felhívásban. Nagyon részletes heti programajánlóval jelentkezik a mostani lapszámban is a Turinform iroda. Na nézzük a kulturális vonatkozásokat. Hambazó szerdától fehér vasárnapig húsvéti családi délután lesz a múzeumban, április 1-én szombaton 15 órától. A városi könyvtár pedig március 31-én pénteken 17 órától Marás Zsuzsanna ultrafutót, a spártai hősnőt látja vendégül. Az olvasókör, ahogy a tegnapi beszélgetésben is hallhatták, április 4-én kedden 17 órától tartja összejövetelét. Az Aromások klubja április 5-én szerdán találkozik a múzeumban, április 6-án pedig ismét lesz törpék, könyvkuckós foglalkozás. Nézzük a Körösvölgyi Állatparkunk mit kínál. Ünnepi látványetetés és állatismertető a Körösvölgyi Állatparkban április 7-én és 8-án péntek szombaton 11-től 14 óráig. A Szarvasi Arborétum Magnólia virágzás a Szarvasi Arborétumban című csodáit kínálja. Már március 23-án elkezdődik, és április 6-áig tart ez a program. Aztán lesz egy szokott túra az Arborétum területén április 1-én és 8-án szombaton 14 órától. Nézzük a Cervinus Teátrum kínálatát. Manó Muzsika március 31 és április 7 péntek délelőtt 10 óra. Egy egészen más műfaj büféasztalos ebéd lesz a Liget Hotelben április 2-án vasárnap 12 órától, bővebb információk a weboldalán, a Liget Konferencia Hotelnek, aztán említést tesz még az oldal a Szarvasi Mozi aktuális műsoráról és a Szarvasi Szent Klára gyógyfürdőről, valamint még a Szarvasi Jégpálya, Szarvasi Jégkorong Sport Egyesület működéséről is, mert hogy április 1-én szombaton zárva lesz a jégpálya, viszont délelőtt 10-től április 2-án vasárnap egészen 19 óráig várja a korcsolyászni és hókészni vágyókat. A 6. oldalon aztán egy nagyon színes hírfolyam összeállítást találnak az olvasók, és már a Sors Bolondjai április 13-i újabb műsorra tűzésnek időpontját, tehát április 13-a 18 óra jön a Sors Bolondjai a kamarateremben, vagy ahogy én szoktam fogalmazni, a Margócsi kamarában. A 7. oldalon jön a riasztás, balesetek, bűnösetek, tűzesetek vonatkozásában nagyon sok izgalmas híranyag olvasható ezen belül. A versmaraton beharangozóját a 8. oldalon olvashatják, hogy tegnapi beszélgetésben is hallhatták, kivételesen a húsvéti szünetre való tekintettel április 12-én Gyula napján lesz az idei versmaraton délelőtt 10-től 18 óráig a Tessedik Sámuel Múzeum dísztermében, várják a jelentkezőket változatlanul. Kis Ádám Világvégre című önálló estje lesz április 11-én a Cervinus Teátrumban Szarvason. Ezt már a 9. oldalon olvashatják, ahogy az Állati Jó Játszóház beharangozóját is április 23-ára vonatkozóan. Ugyanezen oldalon bőséges állásajánlat, kínálatot találnak a Békés-megyei Kormányhivatal, a Szarvasi Járási Hivatal a foglalkoztatási osztályának jóvoltából. A beszélgetésükben is említett művészeti forgatag, március 31-én péntek délután a Főtéri Általános Iskolában lesz megtartva, ez a harmadik művészet is
forgatag. Ugyanezen oldalon a 10-en a DAREC 2023 második negyedévi ügyfélfogadási rendje Szarvason című közszolgálati tájékoztatót is megtalálják, és ha már DAREC, akkor ne felejtsék el, hogy a 11. oldalon a 2023. évi hulladékgyűjtési naptár második negyedévi részleteit találják napra pontosan, úgyhogy ez nagyon fontos. Ha már a mozit az imént emlegettem, akkor a Szarvasi mozi heti műsorát pedig a 12-en olvashatják több más érdekesség társaságában. Jönnek az évfordulós és horoszkóp rejtelmek a 13. oldalon, sportinfo minden mennyiségben, röplabda, kézilabda, asztali tenisz témakörben a 14. oldalon, és a 15-en egy nagyon incsiklandó plakát meghívó, idén záró csülökkörön főző sütő fesztivál 2023. április 15. szombat délelőtt 10 órakor van a kezdés a piaszcsarnokban Szarvason, a további részletek elolvashatók itt a plakáton, a Szarvas és vidéke 15. oldalán. A 16-on érkezik a Mestermű című pihentető szórakoztató keresztrejtvény, egy kis heti humor összeállítás, és közeledben a húsvéti nyuszik látogatásához szénes linzer tojások receptjét találják meg a 16. oldalon a receptívben. Jó mesterkedést, és majd jó étvágyat is kívánunk a linzer tojások elfogyasztásához. Kedves nézők, kedves rádióhallgatók, én már megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a tévénézőknek nyugodalmas, szép estét, derűsen mosolygós, napsugaras, szép napot kívánok a Rádió Szarvas hallgatóinak, és nagyon jó vételt a nap egészére, és akár rádióhallgató légyen valaki önök közül, vagy tévénéző, vagy mindkettő egyszerre, ne felejtsék el, hogy 14 órától csütörtökön ülésezik Szarvasváros önkormányzatán a képviselőtestülete, és akit érdekel, 13 órától megtekintheti a ligeti pavilon grandiózus építkezését az Erzsébet ligetben. Most már egyre inkább kibontakoznak a pavilon részletei is, nagyon-nagyon látványos, nagyon elegáns épület, tömb és szórakoztató intézmény és konferencia teremmel ellátott intézménye is lesz ez a városnak. Tehát holnap testületi ülés, megköszönöm megtisztelő figyelmüket, szép estét, jó rádióvételt mindnyájuknak, a viszonthallásra, viszontlátásra.